Az Országos Könyvtári Napok programsorozat Tamásiban is tartogatott író-olvasó találkozót az érdeklődőknek, a legkisebbeknek pedig egy interaktív délelőttöt, melyek ezúttal a múltidézést tűzték ki célul, tudtuk meg az intézményvezetőtől. 2006 óta zajlik az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében. A szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató eseménye ünnepelz. Ezen a héten a könyvtárak színes programokkal és kedvezményekkel várják az olvasóikat, a mi könyvtárunkban is ingyenes beiratkozással, a hátralékosoknak pedig megbocsátással kedveskedünk. Az a lényeg ennek a hétnek, hogy a könyvtárak szerepe felértékelődik, és felértékelődik a személyes találkozások lehetősége is. Gondolhatunk itt akár az íróra és olvasójára, vagy gondolhatunk a könyvtárosra és a könyvtárlátogatókra is. Mindig egy adott tematikájú programsorozatot kell ilyenkor szerveznünk, és ebből az adott tematikából most mi a könyvtárak multidéző szerepét választottuk ki. Henkei Mari könyvbemutatójával indult a programsorozat Tamásiban, akinek nem ez az első könyve, hiszen nemrégiben egy olyan szokásokkal, hagyományokkal és receptekkel teli kötettel örvendeztette meg a nagy közönséget, amely a sváb világba enged betekintést. Ez az Ómászvált, aminek már a magyar kiadása is elérhető, és ezt is magával hozta a most debütáló Márivi című könyvének bemutatására. Azért lett ez a címe, mert Páriban, ahonnan származom, minden, ami kicsi, azt mindent egy líképzővel láttak el, így a nevek is kaptak egy líképzőt, és így lettem én Márivi. És úgy gondoltam, hogy mivel gyerekkori történetekről van szó, ezért akkor legyen ez a címe. És ez én vagyok. A könyv ötletével a lányát, férjét és barátnőjét szembesítette elsőként, akik biztatták rá, hogy a múltat idéző kötet történeteit adja ki. A leírt elbeszélések olyanok, amiktől még a mai napig is könyvszökik az író szemébe, ha felidézi azokat. A történetek, amelyeket a könyv lapjai rejtenek, minden korosztály számára kellemes perceket okozhatnak, ha olvasásra szánják idejük egy töredékét. A hétfői kellemes hangulatú este után az őszi könyvtári napok további programokat tartogatott a Könnyű László könyvtár látogatói számára. A Hazajáró című turisztikai honismereti magazinműsor 2011-ben indult a Duna TV-n. A műsor két szereplője gyalog, kerékpárral, kenuval vagy éppen szekéren halad vándorlásai során, és azzal a céllal, hogy kedvet csináljanak a határon túli túrázáshoz, illetve felhívják a figyelmet a történelmi Magyarország szépségeire. A sorozat egyébként kordokumentum is, és egy földrajzi kincs. A műsor szerkesztője Kenyeres Oszkár lesz könyvtárunk vendége, aki vetített képes élménybeszámolójával ösztönzi majd a vendégeinket eddig még ismeretlen tájak felfedezésére. Ismeritek akkor ezt a dalt. Az általános iskola elsőseit egy interaktív, vidám, dalokkal tarkított műsorral várták a könyvtárba. A Lóca együttes egy tréfás népmese feldolgozással érkezett, megszólaltatták a kalimbát, a hegedűt, a dorombot, a gyerekeket pedig nem hagyta hosszú ideig üldögélni az együttes, hiszen az interaktivitás nagyon fontos. Szerintem nagyon fontos, ugyanis a gyerekek igénylik, hogy ők is bevonódjanak a történetbe, úgyhogy mi szándékosan úgy állítjuk össze a műsorokat, hogy olyan dalokat válogatunk, amiket ők ismernek, amiben szívesen bekapcsolódnak az énekükkel, akár apró mozgásokkal, kis tánccal. Különböző hangszereken játszunk, a furujásunk, szaxofonosunk Székely Zoltán, van egy ütőhangszeren játszó zenésztársunk Almási Krisztián, és jó magam gitáron és hegedűn játszom, illetve alkalmanként van egy vendégzenészünk Tekse Balázs személyében. A célközönségünk alapvetően az óvodás és kisiskolás korosztály, és nagyon sok műsorunk van, tehát 24 különböző előadásból válogathatnak a meghívók, tehát ők választják ki, hogy mit szeretnének hallani tőlünk. Vannak évszakokhoz, jeles napokhoz kötődő műsoraink, illetve zenés meséink, népmese feldolgozások vagy saját történetek. Olyan dalokat választunk többnyire, ahogyan említettem, amiket ismernek, vagy ha nem ismerik, akkor azok is egyszerű szövegűek, amelyre könnyen ráhangolódnak és akár megtanulhatják a műsor alatt. A
hangszerek bemutatása után a Badacsonyi Szőlőhegyen című dal indította az interaktív előadást, melyet tapsvihar és lengedező szőlőveszőket imitáló kicsik ezek kísértek. Dalok sorával mesélte el az együttes a házaspár Katyika és Matyika történetét. A diákoknak a kezükön kívül a hangikra is szükségük volt, ők imitálták a vízhangot az interaktív mesében. Hó-ha-hó! Hó-ha-hó! Gyerekek! Gyerekek! Tamási! Tamási! A 2006 óta zajló Országos Könyvtári Napok programsorozathoz csatlakozó Könyű László könyvtár idén a múltat idézte fel, meghívott vendégeivel Tamásiban.